Lévainé Kovács Rózát, a Kovács Tehetségpont vezetőjét, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettesét a karácsony előtti készülődésről kérdeztük. Arról, hogyan díszíti fel a lakást ünnepi díszbe, az ajándékokat időben megveszi-e szeretteinek, vagy éppen kivár, és az ünnepi menü is szóba került, épp úgy, mint az, hogyan piheni ki az ünnepi készülődés fáradalmait. A karácsonyra készülés egyrészt a program oldaláról érdekes, másrészt az ajándékozás. Az ajándékozás nálam ott kezdődik, hogy majd amikor egy kicsit túl leszek a sok rendezvényemen, akkor próbálom a gondolataimat abba az irányba, hogy a családtagokat, vagy a cipős dobozokat, mivel családtagoknak milyen meglepetést, a cipős dobozokban milyen ajándékokat rakjak minden évben, amikor van gyűjtés, akkor mindig egy fiúnak és egy lánygyermeknek szoktam legalább összekészíteni ajándékot. A családban nálam az a fontos, hogy olyan vagy élmény legyen, tehát amit később fel tud használni, színesebbé tudja tenni vele a kis életét, vagy pedig olyan dolog, amit megeszik, megiszik, mert egyszerűen nem férünk a lakásba a sok ilyen-olyan ajándéktártól. Az meg, hogy inget, cipőt, zoknit, azt megveszi az ember úgy is. De egyébként is a legfontosabb az, hogy együtt legyünk, nyugalomban, békességben. A családban szokott lenni családi összejövetel, amikor együtt játszunk, társasozunk, étkezünk, vagy ebéd, vagy vacsora, vagy egyik családnál, vagy másik családnál. De tényleg a legfontosabb az, hogy olyankor egy kicsit pihenünk, kikapcsolunk, másról szól, mint a hét. És akkor nincs fizika, matematika, semmi, de mi kerül az asztalra? Mindig eltervezem, hogy milyen süteményt fogok készíteni. Aztán, mire oda kerül a sor, még általában a hozzávalókat is megveszem, de mire oda kerül a sor, kifutok az időből. Már 3 óra rá, csak 20 perc? Igen, és akkor általában csak az étkek, a desszert az elmarad többnyire, de nagyon tervezem, hogy egy év múlva már valóban valami házi sütivel kirukkolok.